Sziasztok! Rendhagyó videóval készültünk. Sajnos Gabi nélkül egyedül fogom most ezt a videót leforgatni. És hát itt vagyunk Kelenföldön, amerikai focira készülünk. És most már nem csak beszélni fogunk róla, hanem ki is próbáljuk, hiszen a Budapest Cowboys toborzót tart. Úgyhogy átöltözök, és csapjunk bele! Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Milyen az első benyomás így a tojáslabdával kapcsolatban? Hát nem egyszerű, azért más, mint a rendes focinál, ugye egy focista múltból adódóan próbálom úgy rúgni a labdát, de hát azért más, meg mindenre oda kell figyelni, kis letámasztások nem egyszerű. És segítenek a visszajelzések? Persze, segítenek a srácok, tök jó a szervezés, úgyhogy meglátjuk mi lesz. És mi következik most? Most fog kezdődni a verseny, a kicker verseny, és akkor meglátjuk, hogy ki hogy rúg, egyen haladunk hátrébb távolságba. És meddig jutsz el, mit gondolsz? Hát nem tudom, én így ilyen 30 yardot mondanék. Oh, na meglátjuk, sok sikert! Köszönöm! Take six, take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. I don't know if you get a man in that. Itt áll mellettem Varga Gergely János G, aki a legtovább jutott a kicker versenybe. Hogy érezted? Megmondom őszintén, véletlenül először voltam ilyen furcsa, de nagyon-nagyon élveztem, és nagyon örülök, hogy ilyen sokat érkeztem. Akkor neked is van egy kis focis múlt, a mesetek. Valacsony osztályban a megkívásos múlt. Mi volt más? Nyilván ugye más a labda formája, de más, hogy kellett megrúgni a labdát. Nagyon hasonló volt ahhoz, hogy például egy kapus kiugrani a labdát, úgyhogy igazából a mozdulásban könnyű volt elsajátítani, meg nagyon szuperül megmutatták itt a játékosokat is. És mi a célod? Cél nélkül érkeztem jól érezni. Nagyszerű, rendben, hát köszönöm. He's Troy Baker, the head coach of the Budapest Cowboys, and my first question would be that you were here in the kicker competition, and did you see any talented guy? Yeah, there's plenty of guys that have a good leg, some guys that can possibly help us, but they're very, very new. They've probably never done it before, so some of the technique is a little off, but once some of those guys, if they work on the technique, they'll be really good actually. Okay. Now what's going on here? So right now we're just having a tryout, so anybody who's interested in playing for us is coming out. They're putting them through some drills, seeing basically who is a football player and who maybe is not the football player, so we can get them out here and hopefully help us out this next year. Okay, and what do you search in the guys? I mean, so their speed or Yeah, first of all, you want to have some athletic ability. You can bend your knees well, you can bend your hips well, you have some burst. Every position is a little bit different. Obviously, an offensive line, you want to make sure they have some good feet.
have some good hips. The receiver is going to make sure that they can obviously run and catch the ball. So every position is a little bit different. So some people may be in a group where they're mixed up with linemen and receivers, so it's kind of hard to give different looks. But just trying to watch them and find out which ones can help us and what they would be good at as well. And my last question, that which position do you have gaps in the team? Right now, I think we need a little bit more defensive guys, to be honest. We don't have very many D linemen. We have not a whole lot of defensive backs either. So that would be a position, I think, or positions that we need a lot of guys at. You know, we can always take a more offensive lineman because we always need it. A couple of receivers here and there, but yeah, pretty much what we need. Okay, thank you so much. You're welcome. Befejez mi az edzés. Szépen összegyűlünk, valaki beszámol hangosan háromig, hanem mindenki kiabálja a csapat nevét, ami cowbell. Rendben? Be fogom üvölteni, hogy 1-2-H, és utána mindenki cowbell. Rendben? Érthető? Figyelj! 1-2-H! Cowbell! Jó pihenés, köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a Budapest Cowbell Strája útja, nagyon érdekes élményben volt részem. Kipróbálhattam, milyen tojáslabdát fogni a kezemben, és egy hazai amerikai focis közeghez is közelebb kerülhettem. A magyar bajnokságok pedig hamarosan kezdetét veszik, a Divízió 1-es bajnokság márciusban kezdődik, a Budapest Cowbells 23-án fog pályára lépni először. A HFL pedig a kiemelt liga áprilisben indul, méghozzá egy Cowbells mérkőzéssel, az ukrán Kiev Capitals-t fogják fogadni hazai közönség előtt. Reméljük tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy osszátok meg. Nem maradt más hátra, mint a mottónk: hajrá amerikai foci, hajrá magyar amerikai foci!